Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! Nos, témában kevésbé ismert nézők most bizonyára csodálkoznak. Fasizmus Nagy-Britanniában, az mégis hogy lenne lehetséges? Hiszen Nagy-Britanniát azon időszakkal, amikor a fasizmus elterjedt volt Európában és erős volt Európában, többnyire Winston Churchillhez kötjük. Nos, ez nem csak azért tévedés, mert noha Winston Churchill valóban már nagyon régóta jelentős szerepet játszik a brit politikában, de tényleges hatalomra úgymond csak a II. Világháború ideje alatt tett szert, hanem azért is tévedés, mert bizony-bizony a fasizmus egy nagyon népszerű ideológia volt a 30-as, sőt, még a 20-as években is Nagy-Britanniában. Ismerjétek hát meg Sir Oswald Mosley és a British Union a fasiszt történetét. Hogy azonban megértsük a brit fasizmust, vissza kell mennünk az első világháborúig. Nagy-Britannia ugyebár győztesen került ki az első világháborúból. Azonban ki lehet mondani, hogy a háborúval többet veszített, mint amennyit nyert. Az ország válságba esett. 1926-ban egy hatalmas strike bénította meg szinte teljes Nagy-Britanniát. Az ország elvesztette a világban a vezető pozícióját, noha gyarmatai megmaradtak, de az Amerikai Egyesült Államok egyértelműen letaszította a nagyhatalmi pozíciójából Nagy-Britanniát. Továbbá azt se felejtsük el, hogy 1916-ban Írországban kitört a húsvéti felkelés, ami tulajdonképpen szabadságharcba vezette az ír népet, és mire az első világháború véget ért, az ír függetlenségi háború még mindig zajlott. A háborúval kapcsolatos vélekedések pedig igencsak megosztották a brit népet. Elkezdődött hát a 20-as években egy radikalizálódás. Bal és jobb. Bal oldalon a legerősebbek a kommunisták voltak. Ahogy a válság kezdett elmélyülni, olyan rohamosan nőtt a népszerűségük. Jobb oldalon pedig a témaalanyunk a fasizmus áll. 1922-ben Benito Mussolini átveszi a hatalmat Olaszországban, és a fasiszták kezébe kerül az uralom. Az első ilyen angol fasiszták az olasz fasizmusra építkeztek. Ezek még ekkor parányi apró kicsiny mozgalmak voltak. Az első ilyen parányi mozgalom a British Fascisti nevezetű mozgalom volt, vagy ahogy később angolosan nevet váltak, British Fascist, azaz brit fasiszták. Egy ismert tábornagy unokája hozta ezt létre. Most figyeljetek, hangsúlyozom. Miss Rota Linton Orman. Miss. Zárójelben megjegyzem, hogy egyébként a brit fasizmus hihetetlenül népszerű volt az angol nők körében, és lényegében ennek köszönhetően volt az, hogy a brit fasizmus mindig is képviselt, természetesen a kornak, azon kornak megfelelő egyfajta feminizmust is. Ideológiai alapon ez a british fasiszti erőteljesen antikommunista, ultraroyalista és magát nemzeti konzervatívnak behatároló mozgalom volt. A célközönségük földbirtokosok, gyárosok, nyugalmazott katonatisztek és egyházfők voltak. Ez a célközönség egy eléggé pénzes, tőkés közösség volt. Szóval anyagilag a mozgalomnak megvolt a háttere. 1924-re 100 000 főt összetudtak verbuválni, és úgy képzeljétek, hogy a mozgalom több mint egyhatoda nőkből állt. 1926-ban ugyebár az említett hatalmas strike megrázta egész Nagy-Britanniát. A fasiszták felajánlották a kormánynak segítségét. A kormánynak ez időben nagyon szükség volt az ilyenfajta milíciákra, hiszen egyébként sokan nem tudják, de a brit kommunizmus rettenetesen erős volt, és bizony a szocialista hatalom átvétel érezhető volt a levegőben. Szóval a konzervatív lojalista kormány azzal a szokásos brit makacsággal és büszkeséggel kijelentette, hogy csak is kizárólag akkor hajlandóak elfogadni a fasiszták segítségét, hogyha azok megvetik a fasizmust. Na ennyi elég is volt a mozgalomnak, szana széthullott. A mozgalom élén ekkor már egy Bakerei nevezetű fickó állt. Ő a brit fasisztákból sokkal inkább egy ilyen katonai csoportot csinált. A fasizmus inkább a háttérben volt, sokkal inkább a royalizmus volt az előtérben. Ő például a kormány kijelentése után el is hagyta megannyi, de megannyi társával együtt a brit fasisztákat. A legtöbb történész egy olyan 50-50%-os megosztottságról beszél, és ezen széthullás után a brit fasiszták
élére ismét Miss Lintorn Orman került. 26 utára a mozgalomból egy törpe szervezet lett, egy-két városban kommunista felvonulásokat zavartak meg, de semmi több nem kötődik a nevükhöz. Mindaddig a bizonyos napig, amíg nem jelen meg a főszereplőnk Sir Oswald Mosley. Mit is kell róla tudni? 1896-ban Londonban, pontosítva Westminsterben született. Ahogyan már a Sir a neve előtt árulkodik, egy bárói családtagjaként látta meg a napvilágot, pontosítva baronet, ami lényegében talán úgy fogalmazhatnék, hogy albáró. A Mosley családot föld nélküli János koráig lehet visszavezetni, ami annyit elárulok, hogy nem ma volt, föld nélküli János 1199-től egészen 1216-ig uralkodott. Főszereplőnknek két testvére volt, ebből Oswald volt a legidősebb, idővel szülei elváltak, ő pedig az anyjával maradt. Gyerekkorában rengeteget vívott ez a szenvedély, egyébként megmaradt később is, 1914-ben pedig katonai főiskolára jelentkezett, el is vették, azonban egy elég súlyos balhéja után kicsapják onnan. De még ezen az évben kitör az első világháború. A 16. királynő lovas lándzsásaihoz kerül. Franciaországban harcol, például az 1915-ös Lóz csatában is harcol, azonban egy repülős balesete után kikényszerül a harcmezőről, és 1915-től kezdődően már csak íróasztal mögül vehetett részt a háborúban. 1918-ban véget ér a háború. Mosley 1920-ban feleségül veszi Lady Cynthia Curzont. Tudniillik, ő George Curzon bárónak volt a leánya, aki tulajdonképpen India alkirályának számított, és róla például érdekes azt is tudni, hogy amikor a trianoni békediktátumot megalkották, akkor Curzon báró felszólalt a magyarok érdekei mellett. Mosley és Lady Curzon esküvője Szent Jakab palotában köttetett meg, igencsak neves esemény volt ez, 5. György király is jelen volt, valamint a későbbi 3. Leopold belga király is. Mosley azonban, hogy szépen fogalmazzak, egy igencsak huncut emberke volt. Ugyanis feleségét csalta Lady Alexandra Curzonnal is, aki nem más volt, mint feleségének a húga, valamint csalta Grace Curzonnal is, aki nem más volt, mint Cynthia mostoha anyja, bizony-bizony George Curzon bárónak a felesége. Szóval hát igencsak izgalmas magánélete volt, mindezeken felül pedig utazott is rengeteget, például a kokáért Indiában találkozik Gandhival is, Gandhit egy szimpatikus és intelligens személynek találta. Mosley és a politika kapcsolata pár évvel idő mint Mosley és Cynthiáé. 1918-ban kezdett el Mosley politizálni, konzervatív pártba lép be, egyébként 21 éves volt még ekkor, és ahogyan visszaemlékezéseiben ő is leírta, nem volt még ekkortájt fejlett politikailag. Érdekes Mosleynak a vezérelve ezen korszakból, ugyanis felszólalásai szinte mindig arról szóltak, hogy Nagy-Britannia a közeljövőben ne háborúzzon, hanem mindent békés módszerrel próbáljon elintézni. Érdekes, hogy már 18-ban Mosleyt egyébként beválasztották a parlamentbe, tulajdonképpen az alsóház legfiatalabb tagjaként vett részt az üléseken. Mosley egy remek szónok volt, jegyzet nélkül tudott kiváló beszédeket tartani. 1922-ben csalódott a konzervatívokban. Nagyon érdekes az indok is. Tulajdonképpen Nagy-Britannia írekkel kapcsolatos politikája miatt. Mosley példának okáért nyílegyenesen szembe ment a Black and Tans-ekkel, gyilkosoknak és fosztogatóknak tartotta őket. Ez a Black and Tans royalista írekből, skótokból és angolokból állt, Winston Churchill hozta egyébként létre. Többnyire az ír katolikus vidéki falvakat terrorizálták, olykor-olykor bizony mészárolták is. Szóval hát nem éppen egy pozitív visszhangú szervezetről beszélünk. Mindenesetre a konzervatívok támogatták a Black and Tans-t, Mosley nem. Így hát Mosleyból egy független képviselő lesz. Korabeli politikus társai példának okáért így írtak Mosley beszédeiről: kecses szavak és a legtisztább irodalmi angolt
beszéli. 1924-ben Mosley önmagát már baloldalinak nevezte. Ezen évben csatlakozik a munkáspárthoz. Leghíresebb akciója egy csörte volt, egy elég erőteljes vitába és szitkozódásba keveredett Neville Chamberlain-nel. Mosley Chamberlain-t földesurak bérencének nevezte, és hát ez nem igazán járult hozzá a parlamenti népszerűségéhez Mosley-nak, úgyhogy kikerül a parlamentből, és csak 1926-ban kap újra széket. 1926-ban Mosley első számú témája új rendszert sürgetett, természetesen a saját ötleteire alapozva. Pár pontot megemlítenék. Magas tarifát sürgetett a nemzetközi tőke ellen a brit gazdaság érdekében, széleskörű közmunkaprogramot sürgetett, valamint átkívánta szervezni a brit államot egy korporatív állammá, és ezen államban a kormány egyik első számú feladata az, hogy az osztályharc ellen küzdjön. A korporativizmus egyébként Benito Mussolinihez köthető. A kabinet azonnal elutasítja Mosley gondolatait. Mosley pedig csalódik a parlamentben, 1930-ban lemond a posztjáról, és kilép a parlamentből. Egy korabeli újság így ír Mosleyról. Bátor, mert elutasítja az állandó tehetetlenséget. Mosley ezen időszakot így írja le később megírt könyvében. Figyelmeztettem a nemzeteket, hogy a más országokból származó olcsóbb áruk kecsegtetőek, ám végül megsemmisítik a hazai ipart. Ez történt az 1930-as években is. Itt ugyebár nagy gazdasági világválságra utal. Mosley 1931-ben hagyta ott a munkáspártot. És ebben az évben megalapította a New Party-t, azaz az új pártot. A pártnak folyamatosan nő a támogatói száma, mindenféle körből érkeznek emberek, csalódott konzervatívok, csalódott baloldaliak, egyszerű hazafiak és egyszerű munkások is. Mosley politika kultúrája is úgymond egyre fasisztább külsejű lesz, de a párt még hivatalosan nem képviseli a fasizmust. A 31-es választásokat ezzel a párttal elvesztette. Ezután döntött véglegesen a fasizmus mellett. Ezen évben Olaszországba indul Mussolinihez, továbbá több fasiszta beállítottságú és ahhoz közeli mozgalom tanulmányozására indul Európában. Azonban a brit fasizmussal történtek komplikációk.